Az első között a cigándi árvíztározó épült meg a Tisza felső szakaszán még 2008-ban. Azóta nem volt szükség arra, hogy a tározót megnyissák, hiszen szerencsére azóta nem volt nagyobb árvíz hangzott el a terep bejáráson. A cigánd és tiszakarádi árapasztó tározó területén a táj vízháztartási egyensúlyának javítását és helyreállítását szolgálják az új beruházások. Mintegy 34 kilométer társulati csatorna rekonstrukciójára került sor, 14 kilométer depónia épült, 32 vízkormányzó műtárgy került kialakításra a depóniákban, illetve hát beszerzésre került mintegy 100 millió forint értékben a létesítmények fenntartásához szükséges gépek, így rézsőkassa, Gotró gyakorlatilag földmunkagép, pontosan annak érdekében, hogy hosszú távon működtethető legyen a rendszer. A Tisza kisvizes időszakában a mezőgazdasági területeken vízhiány van. Az új vagy felújított létesítményekkel a vízpótlást, víz visszatartást is el lehet érni. A komplexitását az adja a beruházásoknak, hogy azért látszik, hogy azért egy a klímaváltozás hatásait ellensúlyozni kell. A klímaváltozás hatásait ugye nyilván a tekintetben, hogy szélsőségesebb a Tisza vízjárása, vagy folyóink vízjárása, hevesebb, tartósabb, magasabb árhullámok, illetve adott időszakban kisvizes idős, hosszú időn keresztül tartó kisvizes időszakok alakulnak ki. Ezt nyilvánvalóan valamilyen úton, módon kompenzálni kell. A vízpótlás mellett csapadékosabb időben vízszint szabályozás is végezhető a kiépülő rendszerekkel. A projekt hozzájárul a hasznosítható vízkészlet mennyiségi és minőségi megőrzéséhez, a talaj vízraktározó képességének javulásához is. A bodrogközi víz- és tájgazdálkodási beruházásra 1 milliárd 814 millió forint uniós támogatást költenek ez év őszéig.